Petőfi Sándor, Arany Lacinak. Laci, te! Hallod-e? Jöjj ide! Jöjj, ha mondom, rontom, bontom! Ülj meg itten az ölembe, de nem odszanj, mert különben megtalálok csípni. Így ni! Ugye fáj? Hát ne kiabálj! Szájadat beteg, s nyisd ki füledet! Nyisd ki ezt a kis kaput, majd meglátod, mi fut rajta át fejedbe. Egy kis tarka lepke. Tarka lepke, kis mese, szállj be Laci fejbe. Volt egy ember nagy bajuszos, mit csinált? Elment a kúthoz. Nem volt víz a vederbe, kapta magát telemerte. És vajon minek merítette meg azt a vedret? Tán a kertet kéne meglocsolnia? Vagy ihatni? Nem biza. Telt vederre a kezébe, a mezőre ballagott szépen. Ott megállt, és körülnézett. Ennyi vajon mit szemlélhet? Talán a fényes déli bábot, hisz olyat már sokat látott, vagy a szomszéd falu tornyát, azon meg nem sokat lát. Vagy talán azt az embert, aki a kender táztatóba hordja, arra sincsen gondja, mire van hát ebugatták. Már csak megmondom, mi véget jött ki a mezőre, minek hozta ki a vedervizet, ürgét akar önteni. Ni, ott az ürge, hű, mi fürge, s pillanat, oda van, benn van benn a lyukba. A mi emberünk serest, oda nyargal egyenes. A lyuk mellé, s beleönti a veder vizet. Torkig tele lett. Szegény kis ürge egy darabig tűrte, hanem aztán csak kimászott, még az inge is átázott. A lyuk száján nyakon csípték, hazavitték, s most itt vagy karjaimba, te fürge, pajkos ürge, te vagy Laci, te bizony.